Mielőtt még belekezdenénk, fordítok. Mi ez a cím? Én kiállok mellettetek, megvédelek titeket, és cserébeti így egy papapucsal. Hibás Ron, mi? Annyi lehetőségetek lett volna. Pölő? Na várjál. Romlot Ron. Rongon. Akkor Ronavírus. Jó, lehet, hogy ez utolsó felejtős, de voltak lehetőségeitek, na! Várom a ti címeiteket is, ott lehet, mutassuk meg ezeknek a szakmai bumbikáknak, hogy milyen valójában egy kellemesen szar magyar cím. Nem vagyok csalódott, csak... Na jó, de na az vagyok, rajjatok meg! Amennyire el voltam keseredve az évelején, hogy a régi motoros stúdiók haldokolnak, ahhoz képest itt vagyunk novemberben, és azt kell mondjam, a helyzet... Nem rossz! Igen, a DreamWorks úgy látszik még mindig nem akar megszólítani 6 éven felülieket, a lukkán még lehetett volna mit csiszatolni, és hát jön december van a 2, de ezen kívül az encanto fűzök némi reményt, a ráját a hibájai ellenére kifejezetten élveztem, és mit agadás ide jött ki a kedvenc Pixar filmem is, a szó. Szóval én továbbra is nagy figyelemmel követem a nagyokat, de azért néha szánok egy kicsi időt a kicsikre is. Így botlottam bele a mai filmünkbe, a Ron's Gone Wrongba. Egy új játékosnak, a Locksmith stúdiónak az első filmje. Pozitívumok, ez a stúdió brit. Negatívumok, ez a film nem annyira jó. Oké, <laughs> oké, okay, okay, kicsit előre haladtam. Valószínűleg még sokan azt sem tudjátok, hogy mi a pékről szól ez az izé. Hadd avassalak bele titeket, boys. Párdi Pudovszki egy balkári csonka család csöpsége. Felső tagozatosok világokat romba döntően nehéz életét még csak-csak bírja, viszont érez a létén egy búbot. Kéne már neki egy búbot. Igen, így fordították le magyarra is, nem, nem fogok nem lecsapni egy ilyen magas labdát. A búbotok azok a kópizék, cool amik így követnek mindenhova, és közben barátokat szereznek neked, meg ilyen lehetetlen dolgok. Egyik nap azonban meglepi az apja egy ilyen elektrotiktakkal, a problematika mindössze csak annyi, hogy ez a bot, neve szerint Ron, psa, ne defektes. Vajon Ron és Barney közös hangra találnak? Vajon be tudnak illeszkedni a társadalomba? Vajon ez is csak egy átlagos gyerekfilm lett? Spoiler! Ja. Sajnálom. Ennek ellenén az emberek nagy részének kifejezetten tetszett. IMDb-n 7,2 per 10, Rottenen 79 a Letterboxon meg 3,5 per 5. Szerintem meg nem. Nagyon ne esetek hanyat se kétségbe, ez a film szerintem sem egy borzadály, még rossznak sem feltétlen mondanám, de elképesztően 50-50. De tudjátok mit, csak hogy bebizonyítsam, hogy nem utálom ezt a filmet, kezdem a pozitívumokkal. Okidoki. Na let's go. És most jöjjön a legnagyobb erénye a filmnek. It is kind of funny. Rendben, és akkor ezt megpróbálom normálisan elmondani. Nem számítottam sok mindenre, főleg nem arról, hogy ez egy top tier komédia lesz. És egyébként nem is lett az, viszont egész jó úton Legtöbb point az erősen introvertált Barney és a felelőtlenül extrovertált Ron kapcsolatában nyerjük, de az utóbbi egy magában is majdnem kifogyhatatlan humorforrás. A nagymama és az apuka kettősérel nagyon féltem, hogy eszeveszett kínosak lesznek, és bár erre nem tudok teljes mértékben rácáfolni, azért volt bennük pár jó kacsanat, és az Illumination Crime szintjét sem sikerült megütni soha. Erős pozitívum még az, hogy első filmhez képest az animáció egészen kalapbiccentésre méltó. B meg is biccentem! Bits. Nem feltétlen vagyok a legnagyobb fanja az ilyesmi ember animációnak. Kicsit olyan érzésem van, mint hogyha Minimax és az Illumination egy felelőtten éjszakájának a végeredményét láttam volna. <tosz> Pozitívumok. De amúgy kinézetre nincs ilyen orbitális nagy minőségbeli különbség közt, és egy 27 éves Dreamworks vagy egy 98 éves Walt Disney Animation Studios között. Ami eléggé Végül, de nem utolsó sorban, ez üzenete is teljes eredben van. Igen, a barátságról beszél, de annak egy elhagatottabb részére is kitér, mondjuk arra, hogy wow! Tudtad, hogy nem kell mindenben egyetértenetek? Azt Az egyik barátom pölön nem szereti az abbát? Azért, mert egy buta boci, az abba egy jam. Igen, a technológia hátrányairól beszél, de nem ragad meg a boomer bocsárban, és többet tud mondani, mint egy félbeharapott szerencsesüti. Pincsi, mint egy molyleves. A többi viszont spoileres. Nos, hát akkor a pozitívumokkal megvolnánk. Nem azért, mert lusta vagyok, hanem mert ennyi volt. Mindenki megbizonyosodott arról, hogy nem gyűlölöm ezt a filmet sajna vele kell kezdenem a negatívumokban. na. Tudom, csúnya gonosz kirtikus bácsi vagyok, viszont hívjatok Tar Bénának, mert a sátán hátán tengő tangót járva se tudom kikerülni, hogy ez a film miért kicsaszett klisés. Nehéz elől úgy beszélni, én ne lőjek le semmilyen csavart, viszont spoiler szünetre sem szeretnék elmenni. Inkább most megpróbálok óvatosan hisztizni, oké? Okay? kezdjük ott hogy kedves Locksmith Studio, értékelem a törekvésedet, de sajnos nem vagyok dögevű, úgyhogy könyörgöm, ne próbáld te is lenyomni még egyszer a halott anyukás trópust a torkamon. Miért akarnád felizgatni disney egy 60 éve lejárt klisével? Hagyjátok már őt békérő, hadd aludja a jó lelkű pszichopaták csendes álmát. De ha már megpróbálkoztok vele, akkor legalább próbáljátok meg nem elfelejteni a sztori egyharmadánál. Aztán ott vannak a lurkok, Avagy a klisé 50 hányalata. A népszerű lány, akit a háta mögött kibeszélek. Úristen! A kínos tanárnő, akinek a bemutatására valamiért szánunk bő 5 percet, de még így is csak annyi maradt belőle, hogy kínos, meg tanár, meg nő. És végül ott van a boli, akinél már csak a sírás, meg a szekunder szégyen érzet kerülgetett. Na, a kisfiam, gyere ide, ne, nem bántalak. Na, gyere, gyere, Először is beszéljük meg, mit szeretnél visszaadni először? 2008-nak a ruhádat, vagy 98-nak a beszéstílusod. És a legrosszabb ebben az, hogy ezen kívül nincs is olyan orbitális nagy hibája a filmnek. Van még néhány logikai bukference, meg a kétharmadánál a hangulatbeli váltás, wow, de nagyon nem lett felvezetve, de ezen kívül csak a közhely kavalkát húzza le a filmet, az viszont irgalmatlanul. Most nekem nagyon kettős érzetű volt a Ron's Gone Wrong. Ugyanakkor rajtam kívül úgy néz ki, hogy a többségnek bejön, tehát a körbe máshol is. Bár nem teljesen üres felnőttek számára sem, én nem tudom ajánlani 12 év felett. Ha a tech társadalom kiszorítottjának érted magad, akkor nézd meg, de figyelj kell arra, hogy nálad legyen a klisé bingo fizetet, mert azzal talán kevésbé lesz kínos ez az izé. Most pedig gyors videóvégi helyzet jelent, és jövő nem várjatok, nem leszek, itt YouTube-ban legalábbis nem, mert elkezdem csinálni azt a bizonyos Rick and Morti kritikát Patreonra. Ha szeretnéd látni a videót a YouTube-os megjelenés, tehát két hét múlva előtt, egy héttel, tehát egy hét múlva, akkor kukkancs be a patron.com per rumpra. Ez lesz az utcsó ilyen tartalom ott, és ez is mindössze egy dollárért megtekinthető. Tök maga a pénz, nem? Amúgy megiratkozzatok fel, hogy a fordítók végre megtanuljanak rendes címeket adni. Pá!